Így van. Az ugye nem egészen. Ezzel biztosodni kell. De miért? Azért, mert a biliárdgolyó, az a biliárd bácsinávú, és az egy angol. Angol? Angol. Egy lang. És... Én mi azon ezt? A Rubik Ernő pedig az egy... Egy magyar feltaláló volt végül is, és eleinte nem úgy tervezte azt, amit kitalálta, hogy eltervezte, csak ez sült ki bőle, de végül is nagy sikerre tett vele szert, mert elég sok országba sikerült eladnia. Igen. A világhírű lett a Rubik kockával végül is. Még a mai napig vannak ilyen versenyek, amiket megrendeznek, hogy ki tudja minél hamarabb kirakni. Fú, vannak olyan durvák, akik nagyon eszméletlen hamar ki tudják rakni. Várjam. Ernő? Rubik Ernő. Igen, Rubik Ernő. És már a végén Amerikába össze-vissza törtek különböző kockákat. Ez viccet. Hát azt nem tudom, arról... De én tudom. Arra nem hallottam. Mert egyszerűen nem tudták összetörni. Várjál egy pillanatra. Mert nem tudták. Látom, hogy veled tudok. Nem tudták kirakni. Nem. És akkor azért összetörték. Összetörték, és versenyeztek abban. Aki tudja összetörni hamarabb, vagy azért a kockát. Nem mondta arra, hogy összetörték, olyan verseny is van. Olyan verseny. Rubik kocsi összetörő verseny. Nem tudtam, hogy van ilyen. De, hát egyébként a magyarok azok jók voltak a feltalálásban egyébként mindig is, még a mai napig is sok magyar híres feltaláló van, csak már most a legtöbbet vagy eladják, vagy elsüllyesztik. Vagy inkább elmegy külföldre. Vagy elmegy külföldre, igen. Mert például amikor volt, hogy a Manuszkán feltalálta azt a autót, amit a fű hajtotta azt a külét. Fű? Persze, azt nem látod a napelembe? A fókuszban annak idején, hogy a füvet belegorta, és akkor hajtotta a motort. Persze. És azzal ment. És akkor az is utána, ugye mivel a benzinben az olajmilliárdosok, ugye mivel azok jóval magasabb. Az olajmágnások azok úgy az olajmágnások felvásárolták a technológiát, hogy nem hagyták, hogy megalkossák ezt. Mint olyan a napelemet se hagyják kibontakozni az olajmilliárdosok. Mert azért van, hogy... Olvasok. Hogyha 300... Mint például a Csodabogárban is egy ezé, hogy trágyából is csinált ezé. Feltalálta a disznó trágyából a üzemanyagot, azzal hajtotta az autót. Jaj. Ezt tudom, hogy kutyagumiból csináltak elektromos áramot, meg ilyen. Igen. Ja, abból is lehet kutyaszarjból elektromos áramot. Így van. Na most mondok nektek valamit. Nem csak így. Ez az élő energia. Úgy nevezik. Egy pillanat. Nyugodtan. Na figyeljétek ide. Na mindegy. Akik itt élnek, így mondom, kész. Hát igen, így van. Azt élünk. Azt az életben nem hagyják szóhoz jutni. Hát igen. Ez így is van. Mindenütt így van ez. Mármint itt Magyarországon. Most gondoljunk bele csak abban, hogy itt volt Neumann János, ugye? Neumann, igen. A matematikus. Neumann János, feltaláló. Ő is csak külföldön tudta eladni a találmányát, amit feltalált. Egy pillanat, uram. Igen. Ez már egyetem. Hát igen, egyetem. Így van. Pontosan. Egy pillanat. Neumann János, meg volt egy barátja. Arról nem tudok speciális. Dehogy nem. De lehet, hogy volt neki egy. És az... Jó barátok volt azok. Emlékszel? Facebookon megvan neki. Neumann. Csak Neumann. Igen. Azt mondták véletlenségből, hogy ők egyszerűen kimentek. Igen, Amerikában. Na most uram, már így beszélgetünk. Rendben. Mi a probléma Neumannal? Az, hogy egyszerűen fogta szépen, igen, és Neumannak a kezét el kellett volna törni, akkor, amikor az atomot a...
De ez tévedés egyébként, mert az nem teljes egészében Neumannál volt, ez egy kicsikét vissza, az korábban volt valójában. Neumann, ő a szalagos számítógépet találta fel végül is, szóval. Igen. Az Neumannál visszább volt még az atom, amikor az atommal. Igen. Pontosan, és na, és utána volt egy házas pár, aminek most nem fog a neve beugrani hirtelen, de ők voltak maguk, akik meg is alkották azt. Mert végülis Einstein még nem tudta megalkotni, de az atombombát ők alkották. Milyen házas pár volt? Az az. A harmas pár. Akik éjszakának idején, és akkor csak egyszerűen megcsináltak mindent. Igen. És őket ki is végezték őket utána. Jó beszélünk. Csak azt nem tudom, hogy mi a neve. Pedig itt van a nyelvem, hogy én... Mondja már meg valamelyik őket, ne csak én beszéljek. Nem tudom, hogy csak. Semmi baj, Rózsám. Kicsáv. Mi? Nem tudom, nem. Rózsemberg? Nem tudom. Lehet, hogy ez... Ti is tudjátok pedig. Hát, szevasz. Majd mindjárt megyek ki, még nem mentem ki. Hát akkor most hol vagy? Rózsemberg Háromszáz. Hát kint csak fél. Rózsemberg? Akkor mindjárt Rózsemberg Háromszáz. Igen, valami, igen. Egy fontos Rózsemberg Házaspár. Aki fogta szépen, és akkor addig dolgozott, és... Igen, szóval végül is összehozták, megcsinálták utána. És utána adták, hát igen, utána kivégezték őket. Mind a kettőjüket. Az ész. Egyébként megnézed, ez már most is így van, ugyanígy. És 1940 mennyiben dobták le, ez itt az első atombombát, Hiroshima. 1947. 46-7 körül, aha. Azzal lett vége a második világháború. Azzal lett vége a második, aha, és igen. És ki dobta le? A japánok. Japánok, így van. Nem. Amerika dobta le? Japánra. A japánra dobták le, amerikaiak dobták le. Mert ízni, Hiroshima az japán, igen, hát a város volt japán. Hát Hiroshima. Rájuk dobták le az amerikaiak. Így van. Igen, tudom. Igen. Hogyha nem lett volna a Rózsemberg házaspár, hát igen, akkor végül is más iparág, szóval más irányzatba ment volna az atom maghasadásnak a felhasználása, akkor nem lett volna. Csak ebből is a fegyvergyáros gazdagodott, ugye aki legyártja mai napig ezeket a izéket. Az atom maghasadásnak köszönhető jön létre ez a nukleáris. Na most, uraim! Ez már kémia is valamilyen szinten. Na valami ilyesmi. Kémiában is. Na most, uraim! Hogy lehet ezt visszacsinálni? Sehogy. Visszacsinálni, hát ezt már sehogy. Ezt már sehogy. Ezt már sehogy. Csak örülnék neki, ha vissza lehetne. És azt az, hogy lehet megcsinálni. De valójában egyébként ők szóval itt arra törekedtek volna elsősorban, csak hát erre nem jöttek rá hamar. Hogy Hello. Az atommaghasadást arra akarták használni, hogy a villamos energiát fejlesztenek belőle. Mai napig működik is. És nagyon jövedelmező, mert elég egy atommaghasadás. Nagy energiát állít elő. Hello, Lali vagyok. Egy ekkora országnak, mint a miénk. A paksi atomerőmű az... Na most akkor fiatalul. Valamit kérdezek. Fiatalság. Igen. Lehetséges, hogy van Tiszánk, van Dunánk. Igen. Így van. Igen, van. Vízerőmű van. Igen, vízerőmű is van. Igen. Is van. Igen. És akkor miért nem lehet? Ja, szállt a híres. Miért nem elég a vízerőmű? Meg ott ültem. Fogalmam sincs. Elég lenne a vízerőmű. Biztos elég lenne, de... Van, még nem csak atomerőmű van, meg vízerőmű, meg szélerőmű, hanem még van azon kívül még egy iparág, ahol voltunk Rózsaszent Márton mellett van egy település, és ott fejlesztik. És ott meg a szenet használják arra, hogy elektromos áramot állítsanak el. Na most
kérdezek én valamit még egyszer a fiatalságtól. Uh-huh. Ha valamikor, réges-régen, ott a Herlát, ott a Tisza, ott a Duna, miért nem lehet? Mindegy, hogy zöldek vagy, nem tudom. Lenyalogatottam az arcomban. Hát fogalmam sincs, mert a Mexikóban is szélerőművek tömkelege van. Ja, az a másik téma. Az egy másik téma. Az egy másik. Miért nem elég a vízerőmű ahhoz, hogy áram? Hát, házadjá! Ez még nem az a rész. Azért lázadni kell. Lássam, ott tartunk, hogy lajtos kocsival kell hordani az áramot mindenhová. Na most még egyet kérdezek tőletek. Ide figyeljétek, amikor réges-régen a Herlát, mert én onnan születtem a Herlát. Várja, nagyon megyek is. Akkor volt egy kis energia, kerek, stb. Ez az, az teljesen mindegy. Nem bántott senkit. Hát az nem. Így van. Hát biztos. Akkor minek kell az atom? Hát vannak értelmetlen dolgok. Ezek az végül is az atom, az tényleg nem jó semmiért, csak azért. Azt akartam, hogy sokkal nagyobb energiát fejleszt, mint egy víze. Az emberek nem arra hajtanak, hogy most mindenkinek ne könnyű legyen, meg jó legyen, hanem hogy mindenkinek pénzt tudjon hozni belőle. Szóval mindenki a saját maga lovát fogja hajtani. Ez is igaz, de azt is vett szemügyre, hogy most ez olyan, mint egy dinamo elv. Most, hogyha van egy folyó, és akkor a folyón van egy darab kerék, amiben van egy darab dinamo, amit ugye meghajt a víz. És akkor a víz, ahogy forog, az fejleszt az áramot, de tudod, mennyi áramot fejleszt? Az annyit fejleszt, hogy ennek a izének, ennek a sornak, sornak talán elég a izére az áram ellátására. De én épp ezt mondom én neked. Az atom erőmű az 10-szer akkora izét áll. És hogyha példeségből Magyarország, igen. Kis Magyarország, ha így beszélek, Csak az a hátránya, igen, hogyha megsérülnek a reaktorok benne, mint ahogy volt akkor is már rá példa. Nincs nekünk szükségünk arra, hogy az oroszok adjanak. Így van. Igen, pedig hogyha bekrepál az atomerőmű, akkor így is úgyis arra lesz. De az előbb, amit most mondtál, hogyha most nem lenne az atom, meg ilyenek, erőmű, meg ilyenek, és nem lenne csak, ahogy mondtad, dinamó, és az egy kerék hajtja meg, az emberek akkor is megcsinálnak azt, hogy az meghajt csak két kerék, érted? Tudom, vagy leraknának, vagy a Dunát végigpakolnák vele, teljesen a határig, tudom. Az ember nem arra megy, hogy mindenki megy, minden nehezebb. Minden. Na, jó volt a szólás. Na de, hogyha véletlenségből ott van Tiszaújváros, város, vagy igen. Lán Tiszaszenergény, hogy így mondjam. Mondtam, volt Lenin város. Ja, igen, de... Hát, bazd meg, ez hova ment? Melyik trombéla csupítva? Hát, azt mondta, eljött. Ott Tiszaújváros környezetében? Mire ment ez, bazd meg, melyik van még elcsupítva? Mert téged már tanítani kell, úgy veszem észre. Mármint, hogy? Na, melyik? Hát, hogy... Tiszaújváros? Igen, az volt Lenin város annak idején. Az volt Lenin város, igen. Egy pillanat. De volt még egy másik város, ami... Még egy az országban. Így van. Micsoda? Dunapentele. Miért az mi volt annak idején? Sztálinváros. Így van. Ezt a két falut csúfították el. Akkoriban még izé volt, olyan községszerűség volt. É, pontosan, ez az Tisza az Szenergény, Tisza Szenergény, Dunapentele. Na de lassacskán, egyébként még most is sokáig, sokan úgy mondják, hogy Leninváros, igen, az jön a Leninváros, igen, az sokan, hát nagy öregek azok úgy mondják. Az én nagyanyám is úgy mondta, hogy Leninváros. Egyébként. Azt nem mondom. Tiszaszederkény. Az már odaig van. Most is van. Tudom, hát hallottam én Majánról a Tiszaszederkény, de az odaig. Na, jövök még, mégis van most. Nem, mi is megyünk. Hát lassacskán, mi is megyünk. Jót beszélgettünk, akkor majd még Faterral konzultálok. Hogy mi újság. Viszont látásra, jó éjszakát. Viszlát. Gyorsan felkapok valamit.